Már is folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Kásler Miklós, az emberi erőforrás minisztere. Tiszteletem, miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nyilván senkit nem fogok meglepni, hogy beszélgetésünk fő témája az a járványhelyzet lesz, de valamit engedjen meg előtte. Őstörténet, illetve elsősorban az Árpád-házi királyaink maradványainak azonosítása. Ez önnek is szívügye. Én, mint magyar történelem szakos tanár, ugye elképedve nézem azt, hogy nálunk szerencsésebb sorsú nemzeteknél, mondjuk franciáknál, lengyeleknél, ott nyugszanak a királyaik a Reims-i székesegyházban, vagy a Wawelben, és ez egy nemzet számára egy nagyon fontos identitás kérdés. Nem szegi önnek kedvét, hogy a magyar ellenzék és az ellenzéki sajtó még ebből is megpróbál közröhelyt csinálni? Igen, hát nem szerencsés körülmény, hogy így fogalmazzak. Az ember identitás olyan kérdésekből adódik, hogy ki vagyok. Férfi vagyok, nő vagyok, ember vagyok, magyar vagyok, keresztény vagyok, vagy ateista vagyok, és így tovább. Tehát az, hogy a magyar eredet történetet amennyire lehetséges próbáljuk meg tisztázni, ez meghatározza a többé-kevésbé a helyünket a világon, és az identitásunknak szerves része. Az észrevételek a kicsi törpe kisebbség részéről rendkívül felületesek. Néhány szóba kapaszkodnak bele, néhány kifejezést kifogásolnak, de érdemi észrevételt tenni nem tudnak. Na most az archeogenetika megjelenése egy matematikai pontosságú tudományág, amely kiegészíti az eddigi ismereteinket. Tehát a kérdésére válaszolva én úgy érzem, hogy nem velem vitatkoznak az ellenzék képviselői vagy az ellenkezők, hanem 3,5 milliárd bázispárral. Ez rendkívüli nehézség. Értem. Jó, akkor nem szegte kedvét. Térjünk rá a járványra. Van annak valami tudományos magyarázata, hogy az egész világon és így Magyarországon is miért éppen ez a harmadik hullám a legbrutálisabb? Erre senki nem tud egyértelmű választ adni, illetve fogalmazhatnék úgy is, hogy egy teljesen új, ismeretlen vírus jelent meg egy évvel ezelőtt, amiről nagyon sok új információt, ismeretet szereztünk, gyakorlatilag nulláról indulva, de most sem ismerjük a tulajdonságait teljesen. A kezdet-kezdetén nem tudtuk a felépítését, nem tudtuk a térbeli konfigurációját, nem tudtuk a fertőzési kapacitását, a terjedés gyorsaságát, nem volt vakcináció, bizonytalan volt a diagnosztika, és nem volt célzott terápia, tehát olyan terápia, ami csak erre a vírusra hat. Nagyon sok ismeretet szereztünk, de amit kezdetben lehetett alkalmazni, az kizárólag az a tapasztalat, amit az utolsó 2500 év gyakran ismétlődő bakteriális és vírusjárványai alapján fix tényként lehetett kezelni, amire lehetett támaszkodni. Magyarország rendkívül gyorsan gondolkodott és rendkívül gyorsan lépett. Visszautalnék arra, hogy a WHO márciusban jelentette ki, hogy világjárvány van. Ehhez képest január 24-én az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményei, akik érintettek egy esetleges járványban, már leültek és készülődni kezdtek arra, hogy megtegyék a megfelelő javaslatokat és lépéseket. Sehol Európában január 31-én nem jött létre az operatív törzs, amit miniszterelnök úr megalakított, amely a társadalom minden szegmensére kiterjedően előkészületeket tett a járvány kezelésére. Ez a magyarázat annak, hogy mindig megelőztük tavasszal 2-3 héttel az összes európai országot, de a világ országainak is
a legtöbbjét, és ez a magyarázat annak, hogy az első fázisban Magyarország rendkívül sikeres volt, persze visszaemlékezve a legkülönbözőbb módon kommentálták ezt legkülönbözőbb politikai, társadalmi tényezők. Igen, elég, ha csak arra gondolunk, hogy miközben az első hullámban toronymagasan Magyarországon volt a legjobb a helyzet, mondjuk például a halálozási arányt tekintve, már akkor fölállt egy képviselőnő a parlamentben, és elmondta, hogy nálunk halnak meg a legtöbben az egész világon. Most, én egy kicsit maradván itt a harmadik hullámnál, ugye azt látjuk a világban, Nyugat-Európában és Magyarországon is, hogy most talán a legbrutálisabban terjed a fertőzés, és valóban megugrik a halálozási szám. Ennek fényében teszem föl a kérdést, hogy ha a kormány mondjuk az elmúlt két hónapban szóról szóra azt csinálta volna, amit az ellenzék követelt, akkor ma hol tartanánk ezekben a mutatókban? Hát nagyon nehéz számszerűsíteni az eseményeket. Ugyanakkor viszont azt tudom mondani, hogy amennyiben korlátozó intézkedések nem lettek volna, és itt két dátumot mondanék, az egyik november 11-e, a másik pedig március 8-a, tehát abban az esetben, hogyha a november 11-i szigorítások nem történnek meg, és nincsenek hatályban a további lépésig, abban az esetben a járvány rendkívüli módon elfutott volna, ugyanis a brit mutáns, amelyik a második hullám végén belépett, de már jelen volt december végén is és januárban is, 2,5-szeres terjedési kapacitással rendelkezik, persze itt a becslések 70%-tól 2-szeres terjedésig, vagy a fölött tartanak, illetve a betegség súlyossága körülbelül 40-50%-kal súlyosabb, és az ifjabb korosztályokat érinti, abban az esetben kiszámíthatatlanul nagyobb tragédia történt volna. Visszatérve a számokra, kétségkívül ezekben a napokban a magyar fertőzési adatok és a halálozási adatok rendkívül magasak. Ugyanakkor a járvány egy évének a legkülönbözőbb napjain Magyarországon ugyanezek az adatok más pozícióban voltak, amikor a világon a legjobbak közé tartozott, és mivel a járványnak nincs vége, majd a végén lehet ezeket pontosan felmérni. Igen, ön két dátumot említett, azért én még egy harmadikat hagy hozzak ide, ha nem is napra pontosan. Az ellenzék egymásra licitálva február elején, közepén azt követelte, hogy nyisson a kormány, mert elég volt az árásokból, így nem lehet tovább élni. Ugyanez az ellenzék március elején azt mondta, hogy a kormány elkésett a szigorítással. Mondjuk ez önmagában vicces, de hogy kérdezzek rá, ha akkor a kormány megfogadja februárban az ellenzék követelését és nyitunk, akkor hol tartanánk ma? Nincs annyi idő, 20 percet tetszett említeni, hogy az ellenzék dinamikus vélemény változásait napról napra kövessük, de azt tudom mondani, hogyha a szorítások nem következnek be, abban az esetben az epidemiológusok számításai szerint az eltávozottak száma megduplázódott volna 3-4 hét alatt. Mi a véleménye azokról, és most térjünk rá a szakemberekre, mert az, hogy ellenzéki politikusok és a sajtó úgy viselkedik, ahogy, és azt mond, amit, ez is önmagában felháborító és vérlázító, de mondhatjuk, hogy ők legalább nem szakemberek. Ellenben mi a véleménye azokról az orvos kollégáiról, akik gyakorlatilag beállnak ugyanebbe a sorba, és mondjuk akár oltás ellenesek össze-vissza beszélnek, és minden pillanatban támadják a kormány bármely intézkedését. És arra külön kíváncsi vagyok, hogy ezek között, az orvos kollégái között van olyan is, aki önnek valaha tanítványa volt.
egy kicsit szélesebb nézőpontból közelítenék, pontosan azért, mert nagyon sok a nyitott kérdés, és a világ legkiválóbb szakembereinek, járványügyi szakemberek, klinikusoknak a tízezrei próbálják tisztázni ezeket a körülményeket. Megvan a lehetőség arra, hogy az emberek, orvosok egy része tényeket közöljön, a másik része véleményeket. Ez világszerte így van, több tízezer közlemény jelent meg, ellentmondóak egymásnak. Tehát önmagában rendkívüli visszafogottságot és átgondoltságot igényel az, hogy kiválogassa az ember azt, hogy mit érdemes figyelembe venni és mit nem. Ez Magyarországon is megjelent, majdnem azt mondom, hogy hellyel közzel világszemlélettől vagy pártszimpátiától függetlenül. Ugyanakkor viszont, amikor erre különböző egyéb szempontok, politikai szempontok, érdekek és egyéb körülmények rakódnak rá, az rendkívüli módon félreviszi az emberek tájékoztatását, aminek a közös jellemzője a végén a bizonytalanság. Rendkívüli felelősséget visel mindenki, az orvosok pedig elsősorban, hiszen a bizonytalanság a vakcinációba az oltási vállalkozás, a vállalkozásnak a kedvét és tényét befolyásolja, és amíg ez nem történik meg, a betegek akvirálhatják a vírust, súlyos betegséget szenvedhetnek el, és bele lehet halni. Ezeknek a haláloknak a felelőssége azoké, akik a bizonytalanságot viszik. Valóban a szakértők között, bár soha nem tudom, hogy ki mitől lesz szakértő, mert ilyen papír felkészültség mindig bizonytalan, és az, hogy ki kicsoda szakértő, és a többi, az bárki mondhatja. De valóban felfedezek köztük olyanokat, akik jártak az onkológiai kurzusaimra, ugye nem járványtani volt, de az orvos igényessége közös kéne, hogy legyen. Hát sajnálom, hogy nem volt hasznos, vagy a felejtés homályába burkolózott. Ha Magyarország nem használna és nem vásárolt volna keleti vakcinákat, kínait és oroszt, akkor ma hogy állnánk az átoltottság tekintetében? Rendkívül szegényesen. Tehát Magyarország megfelelő mennyiségbe kötötte le a közös európai beszerzéssel tervezett vakcinákat, amelyek mennyiségében is és időpontjában is lényegesen eltértek a szerződéshez képest. Tehát Magyarországon az átoltottság lényegesen alacsonyabb lenne, hasonló lenne a körülöttünk lévő országéhoz, országokéhoz. Ugyanakkor viszont kényszer az oltás egyszerűen az ember életek megmentésének jelen pillanatban a legfontosabb eszköze. Addig, amíg nem tudjuk az átoltottságban elérni a megfelelő százalékot, addig járványügyi korlátozások maradnak, amiknek a közös jellemzője az emberi találkozások csökkentése. Tudja, miniszter úr, az egyszer nem fér az én fejembe, sok egyéb mellett, hogy a világon mindenhol, így Magyarországon is, újszülötteket, csecsemőket, kisgyerekeket különböző védőoltásokkal látnak el évtizedek óta. Ha valaki olyan helyre utazik külföldre, ahol veszélynek van kitéve bármiféle nálunk nem létező fertőző betegséggel szemben, kötelező, hogy beoltassa magát. Soha senki, vagy legalábbis én nem hallottam, hogy elkezdte volna azt vizslatni, hogy amit éppen sárgaláz vagy flektifusz ellen beadnak neki, mielőtt kimegy Afrikába, hogy azt a vakcinát hol gyártották. Nem fér a fejembe ez az őrület, ami most zajlik vakcina ügyben, és nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy emögött az emberi ostobaságon túl
kell, hogy legyen valami mások, és a mások szerintem nem lehet más, mint bizonyos gyógyszergyártó cégek érdeke. Többféle szempont keveredik. Ebben vannak presztízs szempontok, vannak politikai szempontok, és vannak rendkívül kemény gazdasági szempontok. Ezek kombinációja határozta meg a történéseket. Abból kellene kiindulni, hogy Magyarország az oltások területén világhatalom. Sehol a világon most már 13 kötelező oltás nincs, és ezen túlmenően vannak fakultatív oltások, például a HPV, ebbe is világ első között vagyunk. Minden oltást, amit a mi generációnk megkapott, az szovjet vakcina volt. Tehát az orosz oltási tradíciók nagyok. Minden országnak megvan a gyógyszerhatósága, amelyik ellenőrzi. Amerikában az FDA, Európában az EMA, a kanadai, orosz, és a többi, és a többi. De abból kiindulni, hogy olyan vakcinát adnak oroszok millióinak, és kínaiak 10 millióinak, ami nem megfelelő, tehát kvázi a kínaiak írtják a kínaiakat, az oroszokat, teljes badarság. Hozzáteszem azt, hogy minden egyes ideérkező vakcina minden nemzetközileg elvárt adattal rendelkezik, a szakembereink kiválóak. Helybe ellenőrizték a gyártási folyamatot, ami korszerű. Kínában is, az oroszoknál is. Minden dokumentáció itt van Magyarországon. A Sputnik esetében a világ egyik legnívósabb lapjában, a Lancetben leközölték. Itt a dokumentáció áttekintése után a Népegészségügyi Központ még minden egyes gyártási tétel esetén 8-féle vizsgálatot elvégez. Tehát azt tudom mondani, hogy az amúgy is nagyon szigorú magyar engedélyeztetési folyamat minden feltételét, mind a két vakcina, persze a nyugatiak is, megfelelő módon abszolválták. Tehát semmi kétség senkinek ne legyen, az ellenzéknek meg végképp ne. Utolsó két percünk, és erre még muszáj rákérdeznem. Az ellenzék most itt az elmúlt egy hónapban egyre erősödő hangerővel kiabálja, hogy a magyar egészségügy összeomlott, külföldi segítségre szorulunk, csak a kormány nem hajlandó ezt meglépni presztízsokból, rettenetes állapotok, mindjárt vége a világnak. Mi a helyzet akkor a magyar egészségügy? Nagyon röviden tudok válaszolni, nem igaz. A minisztersége minden napján a magyar egészségügy megbukott, meg se rendültünk, Lombardia összeomlott, más nagy nyugati rendszerek kollabáltak. Magyarországon ez nem fordult elő, és nagyon úgy néz ki, hogy nem is fog. A magyar egészségügy nem csak felszereltségében, nem csak struktúrájában, hanem úgy, ahogy Dobó mondta, a várvédők szívében is, Európában a legjobbak közé tartozik, tehát ha csak valami egészen különös katasztrófa nem történik, amiben megroppan egész Európa nem történik, akkor a magyar egészségügy helyt fog állni. Utolsó kérdésem, felelősen most tudunk-e valamit mondani, hogy valóban mikor nyithatunk, és mikor mondhatjuk azt, hogy túl vagyunk a nehezén? Én hajlamos voltam, és érdemes visszakövetni, a tényekre hivatkozni. Soha nem találgattam, és nem jósoltam. Tehát én azt tudom mondani, hogy abban az esetben, hogyha elérjük az átoltottsággal a populációnak körülbelül a felét, beleszámítva azt, hogy a jelenlegi brit mutáns terjedési sebessége a szervezetben való perzisztálása 5 nappal hosszabb. Tehát minden negatív körülményt figyelembe véve, én úgy gondolom, hogy május vége, június eleje, ha nem jön közbe egy még újabb mutáns, nem jön közbe egy előre nem látható körülmény, akkor Magyarországon, Európában a leges-legelső között határozottan lehet a szigorításokon enyhíteni. Miniszter úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szakott időben találkozunk.
Viszontlátásra.